Vérnyomás, vércukor és koleszterin mérésen vehettek részt többek között a nyugdíjas klubok tagjai pénteken délelőtt a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A szűrővizsgálatok mellett a résztvevők sétálhattak is egy jót. A szervezők egy rövidebb, 1 kilométeres és egy 7 kilométeres túraútvonalat is javasoltak. Az idősebb korban is nagyon jó az, hogyha sétálnak legalább, és szeretnénk ezzel is kapacitálni őket, hogy máskor is tegyenek sétát ezen a gyönyörű környezetben, vagy esetleg máshol. A sétát 10 éve szervezték meg először. Probojácné Túri Éva, a Nyugdíjas Szövetség elnök helyettese elmondta, minden évben nagy népszerűségnek örvend ez az esemény. A mostani rendezvényen közel 140 fő vett részt a környező nyugdíjas klubokból. A program fontosságáról az egyik résztvevő számolt be stábunknak. Az egészségünk miatt, hogy levegőn legyünk, és ne otthon tespedjünk, hanem járjunk. A szabadba kint legyünk. Az idősek szívesen látogatják a séta az egészségért eseményt. Mint a helyszínen elmondták, jó egy közösséghez tartozni és beszélgetni, vagy éppen kirándulni társaikkal.